Szervusztok, Peti vagyok és az Ava Group média csatornát nézitek. Ez a harmadik része a sorozatunknak, amiben el fogunk készíteni egy németországi adóbevallást. Mire végére érünk ennek a sorozatnak, ti is képesek lesztek arra, hogy elkészítsétek saját adóbevallásaitokat. A mai részben azt fogjuk megtárgyalni, hogy mi is az a Steuerklasse, mit jelent és miért fontos ez számotok. Tehát a Steuerklasse. A Steuerklasse az nem más, mint az adóosztály, amiben ti be vagytok sorolva. Ez azért fontos, mert a Steuerklasse alapján fogja megállapítani a ti bérszámfejtőtök, valamint az adóhivatal, hogy az év folyamán havonta mennyi adót vonnak le a te bruttó béredből. Ugye ez miért fontos? Mert az év végén, mikor, pontosabban a következő évben, mikor megcsinálod az adóbevallásodat, akkor ennek alapján derül ki, hogy elég adót fizettél le az év folyamán, vagy túl sokat, vagy túl keveset. Ugye, hogyha nem megfelelő adó osztályban, tehát Steuerklasse-ban vagy, akkor előfordulhat az, hogy adót kell még utána fizetned, vagy adót tudsz visszaigényelni. Nézzük is meg, hogy milyen adó osztályok vannak Németországban. Itt van a steuerklasse.com alul olvasható oldaláról vett egy kép, ami nagyon jól elmagyarázza, hogy Steuerklasse, tehát adóosztály 1-esben vannak olyanok, akik özvegyek, egyedülállóak, elváltak, vagy egyedül öregednek meg, tehát szintén egyedülálló. Ugye a lédigre akkor azt mondanánk, hogy még nem házas. A Steuerklasse 2-be pedig az sorolható, aki egyedül neveli gyermekét és családi pótlékot kap. A következő a Steuerklasse 3, 4 és 5. Ezt házasok vagy bejegyzett életközösségben élők számára van kitalálva. Két lehetőséged van, vagy 3-5, vagy 4-4. Tehát a két fél, vagy mind a kettő 4-es adóosztályban van, vagy az egyik 3-asba, a másik 5-ösben. Mitől számít ez? Hogyha a két fél közel ugyanannyit keres, tehát mind a két fél, tegyük föl, bruttó 2000 eurót keres havonta, akkor ő nekik érdemes 4-es Steuerklasse-ban lenniük, mind a kettőjüknek, így járnak ők a legjobban. Abban az esetben, hogyha például a férj többet keres, vagy a feleség többet keres, mint a férje vagy a feleség, ezt most jól megazontam, akkor van az, hogy a többet kereső 3-as adóosztályba kerül, a kevesebbet kereső pedig 5-ös adóosztályba kerül. Arról nem beszéltünk, hogy ezt az adóosztályt a munkába állásodkor fogja a te HR-esed, vagy hát a bérszámfejtőd megszabni. Évente egyszer lehet írásban kérni, hogy ezen változtassanak, de általában nem éri meg, mert a téges bérszámfejtők nagyon jól tudják, hogy mit kell beállítani. Bár hozzáteszem, hogy találkoztam már olyannal, akitnél a 3-5-öt véletlenül pont fordít váltották be, és így nagyon kevés adót, pontosabban nagyon sok adót vontak le. Úgy itt a 3-5-nél mi a lényeg? Aki többet keres, attól évközben kevesebb adót vonnak, aki kevesebbet keres, attól évközben többet, tehát több marad nálatok otthon, viszont beleeshettek abba a lehetőségbe, hogy utána adót kell még utána fizetnetek, mert közösen átléptetek azt az adósávon, amikor már annyi adót kéne fizetnetek, hogy az a sima havi levonásokból nem jön össze. Létezik még az Steuerklasse 6, ami ilyen minijobosoknak ajánlott, akiknek legalább 450 eurós bevételük van. Jó,
Tehát igazából ennyi a Steuer Klasse, mondtam, ez egy rövid videó lesz. Hogyha van még kérdés, akkor azt nyugodtan tegyétek föl kommentben. Ne felejtsétek el, hogy megosszátok ezt a videót ismerőseitekkel, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a kis harangikont, hogy értesítést szerezzetek arról, hogyha fölkerül a következő rész. Ugye a következő részbe már arról beszélünk, hogy milyen iratokra, dokumentumokra van szükségetek, hogy az Elster nevű programon keresztül megcsináljátok ingyenesen a saját adóbevallásaitokat, illetve végigvesszük azokat a dolgokat, amiről nekem is tudomásom van, hogy mikkel csökkenthetitek a ti éves bevételeteket, magyarán csökkenthetitek az adózás alá eső bevételetek összegét, ezáltal kevesebb adót kell majd fizetni, illetve több adót igényelhettek vissza, hogyha szerencsések vagytok. Úgyhogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!